Több mint 110 ezer diák megkönnyebbült mostanra, véget ért ugyanis a magyar érettségi, pontban reggel 8 órakor kezdődött a vizsga. A feladatok megoldására pedig közép és emelt szinten is 4 órájuk volt a tanulóknak. Többen bíztak abban, hogy Adi életútjával és műveivel találkoznak majd, mivel az ideit Adi emlékévé nyilvánították, a költő halálának 100 éves évfordulójának tiszteletére. Mindjárt kapcsolunk tudósítónkhoz, kiderül, hogy milyen feladatok voltak és mennyire volt nehéz a magyar érettségi. Korán kezdődött a nap a tanároknak. A magyar érettségi előtt ugyanis mindent elő kellett készíteniük, mire a diákok megérkeztek az iskolákba. Így volt ez az alaegerszegi Zrínyi Miklós gimnáziumban is. El kell menni az érettségi tételekért reggel, 7:30 megtettem a kormányhivatal megfelelő épületébe, elhoztam a tételeket, most várom a tanárokat, akik ügyelni fognak, őket eligazítom 7 óra 20 és 30 között, 30-kor beengedem a diákokat, utána fölmennek a terembe, ott a tanárok őket igazítják el, és 8-kor megkiosztjuk a tételeket. A diákok közép és emelt szinten is ma tettek vizsgát magyar nyelv és irodalomból. Mindenki időben érkezett, hogy legyen idő ráhangolódni az írásbeli érettségire. Szinte az összes diákon észrevehető volt az izgalom. Én úgy gondolom, minden vizsgálat mindenkiben van egy ilyen természetes félsz, hát én is izgulok. Volt, aki ismétléssel töltötte az utolsó perceket, míg mások inkább csak arról beszélgettek, hogy vajon milyen feladatok lesznek. Erősségem a novella elemzés, úgyhogy azt szeretném, hogyha az lenne benne, de ha mese lesz, meseelemzés, vagy másfajta típusú elemzés, azt is megpróbál megoldani. A budai Ciszterci gimnázium tanulói közül többen úgy gondolták, hogy az emlékév miatt Adi Endre műveivel biztosan találkoznak majd a feladatok között. Én csak őt hallottam, de ezt több forrásból, hogy ő Adi Endre nagyon valószínű, úgyhogy azt át is néztem, reméljük, hogy be fog jönni. Pontban 8 órakor megkezdődött az érettségi. A feladatok megoldására 4 órájuk volt a tanulóknak. Középszinten szövegértési és szövegalkotási feladatsort kellett kitölteniük, valamint egy műértelmező szöveget kellett írniuk. Emelt szinten emellett nyelvirodalmi műveltségi feladatsort is kaptak a diákok. A magyar után holnap matematikával folytatódik az érettségi. Az írásbeli vizsgák május 24-éig tartanak. Ezt követi a szóbeli június 5-e és 28-a között. Idén több mint 110 ezer diák ad számot tudásáról. Mostanra vége van a magyar vizsgának, letelt ugyanis a feladatok megoldására rendelkezésre álló 4 óra. A budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumba kapcsolunk most, ott van tudósítónk Bence Zsófia. Szervusz, beszéltél a diákokkal, mit mondanak, mennyire voltak nehezek a feladatok, illetve olyanok voltak-e, amire számítottak? Jó napot kívánok, szervusz! Most már mindenki túl van a nehezén. Pontosan 12 órakor ugyanis a felügyelő tanárok az utolsó feladatlapokat is beszedték. Itt a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban 136-an ültek be reggel a padokba, és futottak neki eddigi életük talán legnagyobb megmérettetésének. A vizsgázóknak egyébként 4 órájuk volt a feladatok megoldására, a többség ki is használta ezt az időt. Voltak azonban, akik olyan 11 óra magasságában elkezdtek kiszivárogni a termekből, velük beszéltünk is, ők azt mondták, hogy egy picit talán nehezebbek voltak a feladatok, mint amire számítottak. Az érettségi első részében egy játékkutatásról, játékszerekről szóló szöveget kellett értelmezniük a vizsgázóknak, erre azt mondták, hogy azért volt viszonylag nehezebb, mert ez egy tudományos szöveg volt. Ezt követően 2 feladat közül választhattak a tanulók, vagy egy régészeti kutatásról írtak hivatalos levelet, vagy pedig egy nagyon aktuális témában a szinkronizált filmek mellett, vagy ellen kellett érvelni. A döntő többség érthető módon ezt választotta. Az érettségi második részében is eldönthették, hogy melyik feladatot oldják meg. Itt vagy Mándi Iván Nyaralás című novelláját elemezték, vagy József Attila Kertész leszek és Radnóti Miklós Istenhegyi kert című versét hasonlították össze. Sokan tippeltek arra, ahogy mondtad is, hogy Adi Endre biztosan lesz a feladatsorok között, akik így számoltak, hát azoknak nem volt szerencséjük. Döntő többségében, mint a tanárok, mint a diákok, akikkel beszéltünk, azt mondták, hogy abszolút teljesíthetőek voltak a feladatok, még ha egy kicsit nehezebbnek is érezték a tavainál. Az érettségezők tehát túl vannak az első napon, pihenésre azonban nem sok idejük maradt, holnap délelőtt ugyanis matematikával folytatódnak az érettségig. Zsófia, egyébként mennyien vizsgáltak emelt és mennyien középszinten?
úgy számolnak, hogy összesen magyarból ma nagyjából 72 000 vizsgáztak. A többiek, akik majd a következő napokban adnak számot tudásukról a különböző tantárgyakból, róluk még nem lehet, vagy nem tudjuk pontosan, hogy hányan lesznek. Bence Zsófiát kapcsoltuk. Köszönjük szépen!